Léket vágott a láncfűrész a csónakázó tavon. Péntek délelőtt az ónos esővel borított tó melletti gyalogúton érkezett a mentő. Vigyázni kell, mert a színpadnak a beton tuskói itt vannak. A gyakorlat helyszínén megtartották az eligazítást a körös mentőcsoport búvára is. Ők játszották el azt a korcsolyázót, aki alatt a forgatókönyv szerint beszakadt a jég. Mára mennyire játéknak mondható a 15 cm-es jéggel borított vízben való tartózkodás. Ember a vízben! Segítség! Jégmentés kezd meg! A hozzáértők szerint negyed óránál tovább egy edzett, egészséges szervezet sem bír ki többet a fagyos vízben. A hideg víznek olyan hatása van, hogy nagyon gyorsan lehűti a szervezetet, de gyakorlatilag egy ilyen kihűlés, hipotermia keletkezik nagyon rövid időn belül, és ez azzal jár, hogy a szervezetnek a működései lelassulnak, szívritmuszavar alakul ki, tudatzavar, eszméletvesztés, és legvégül akár klinikai halál is, és halál is bekövetkezhet. Tehát nagyon gyorsan ki kell ezeket a hideg vízbe esetett mereket menteni. A gyorsasággal nem volt gond, a tűzoltók hamar kimentették a feltételezett helyzet szerint a faágba kapaszkodó korcsolyázót, aki úgy merészkedett a jégre, hogy az túl vékonynak bizonyult. Saját erejéből nem tudott kimászni, de a felszínen maradt, társai pedig hívták a mentőket és a tűzoltókat. A hivatásos tűzoltó egységek jégrőmentési feladatot évről évre gyakorolják a téli felkészülés jegyében. Ezt a szakmai feladatot speciális mentők, a körös mentőcsoport búvára is szokták támogatni, hiszen ők a jég alá merülve víz alatti kutatási feladatokat is tudnak végrehajtani, mind állóvízen, mind pedig folyóvízen. Fázol? Igen. A jég komoly veszélyeket rejt, a gondatlanság, az előírások ismeretének hiánya könnyen tragédiához vezethet. A befagyott tavak, illetve folyók befagyott vízén tartózkodni általában nem biztonságos, folyókon azért nem, mert a sodor vonalon, illetve az áramlások környékén melegebb a víz, tehát a jég vékonyabb, könnyen törik. Tavak befagyott felszínén tartózkodni pedig csak akkor biztonságos, hogyha a jégréteg vastagsága már eléri a kb. 10-15 cm-t, azonban itt is megfelelő óvatosságra, odafigyelésre van szükség, hiszen a part mentén a jégréteg mindig vékonyabb, könnyen törik és beszakadhat. Bár Békés megyében évek óta nem történt hasonló baleset, mégis fontos, hogy a beavatkozó szakemberek begyakorolják a mentés mozzanatait és a rendelkezésre álló technikai eszközök alkalmazását.